estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Hírös Históriák című magazinműsorunk novemberi adását látják. Ahogyan azt korábbi műsorainkban már említettem önöknek, folytatjuk a nyári időszakban készült Hungarikum tematikában leadott kisfilmjénk bemutatását, amely egy-egy kecskeméti kiemelt nemzeti értéket mutat be a kedves televízió nézők számára. Az elmúlt két műsorban láthatták városunk épített örökségének komplexumát, majd a gasztrokulturális örökségünk csúcs teljesítményét, az Univer Products ZRT termékeit és a cég történetét ismerhették meg. Ma a nemzeti értékpiramis fölé emelkedünk, hiszen a most bemutatásra kerülő Kodály módszer, amellett, hogy 2017 óta Hungarikum, amellett az UNESCO szellemi kulturális örökség jó megőrzési gyakorlatok jegyzékébe is bekerült, amelyre rendkívül büszkék vagyunk. Ezt követően a nyomtatott magazin tavaszi-nyári számában megjelent cikk alapján a II. Világháború Don kanyarban bekövetkezett tragédiájának 80. évfordulójára emlékezünk. A téma apropóján meghívtuk a stúdióba a Kenyeres Dénes hadtörténészt, akivel a tragikus esemény kecskeméti vonatkozásáról is beszélgetünk. Kodály Zoltán zenei-nevelési koncepciója a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, és jelentős szerepe van a szakoktatásban is, hiszen Kodály elsődleges célja nem a professzionális muzsikusok számának a nevelése volt, hanem európai műveltségű, a magyar zenei hagyományokat őrző, kreatív és közösségi emberek nevelése. A humanista szemléletű zenei-nevelés eszménye a teljes ember, s a zene az az eszköz, amely képes a fiatal nemzedéknek lelki táplálékot, morális kereteket és nemzeti európai identitást nyújtani. A Kodály koncepció nemzetközi ismerettségét és elismertségét jelzi, hogy felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség jó megőrzési gyakorlatok jegyzékébe. 2017-ben pedig a Hungarikum Bizottság Hungarikummá nyilvánította. Amikor elkezdem tanítani a Kodály koncepciót, akár a saját magyar, akár külföldi hallgatóinknak itt a Kodály Intézetben, mindig azzal szoktam kezdeni, hogy nézzük meg azt, hogy Kodály maga mit szeretett volna elérni. És ehhez mindig a saját írásait vesszük alapul. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy magát, a koncepciót, mindenki és minden korban érdemes újraértelmezni, de mindig térjünk vissza Kodály írásaihoz, és találjuk meg benne azokat a fontos dolgokat, amelyek számunkra utat mutathatnak, esetleg gondolkodásra serkentenek, esetleg vitára serkentenek. Mindez lehetővé teszi azt, hogy egy folyamatosan élő és újraértelmezhető koncepció legyen, de ennek az alapjait mindig Kodály írásaiból ismerhetjük meg. És ha kiindulunk tőle, ő saját maga így fogalmazta meg, hogy mi az, amit szerettek volna, Bartók emlékezetétre utalva. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, feltetszett előttünk a népből újjászületett művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Tehát a művelt Magyarország képe, amelynek a zene egy fontos eleme volt, és ezt Kodály, illetve Bartók és az őket követő munkatársak fontos missziónak tekintettek. Magát a zenekultúrát, illetve a zenepedagógiával való foglalatosságát Kodály ezt 1925 után kezdte el. Ennek a történetét összefoglalta a 100 éves tervben, amely 1941-ben jelent meg, méghozzá így. Cél, magyar zenekultúra. Eszközök, a zenei írás-olvasás általánossá tétel az iskolán keresztül. Egyben a magyar zenei szemlélet öntudatra ébresztése a művészi nevelésben csak úgy, mint a közönség nevelésben. A magyar zenei közízlés felemelése, folyamatos haladása jobb és magyarabb felé. A világirodalom remekének közkincsététele, eljuttatása minden rengő és randó emberhez. Mindezek összességeten termi meg a távol jövőben felénk derengő magyar zenekultúrát. Tehát
Önmagában Kodály, amikor elkezdett a zenei oktatással foglalkozni, tehát a zeneoktatás kérdéseivel foglalkozni, akkor mindig egy távlati koncepció, egy misszió volt a szeme előtt, a magyar zenekultúra. És tulajdonképpen ebből a távlati jövőképből bontotta le, hogy mi az, amire szüksége van, hogy ez megvalósulhasson. Ugye az általános iskolában minden és mindenki számára elérhetővé tenni a zenét. Ennek a zene önmagában egy olyan érték, egy olyan kulturális kincs, amely minden emberi társadalomra jellemző. Egy emberi univerzitás tulajdonképpen. És emiatt nem csak a zenének, mint önmagának belső hatása, hanem az a fontos kulturális, nemzetnevelő, egységesítő gondolat is egy fontos része ennek a történetnek. Egy másik eleme, amelyet mindig meg szoktunk vizsgálni a saját hallgatóimmal, illetve és zenei koncepciók esetében fontos, hogy mit gondol a gyerekekről, mit gondol a tanárokról. És érdemes felismerni, miközben olvassuk oda írásait, hogy mennyire pozitív, de mégis reális képet dolgozott ki a gyermekekről. Tehát egy rendkívüli művészetet, rendkívül jól befogadó, rendkívül jól kezelő, arra rendkívül fogékony lényeknek tekinti őket. Ugyanakkor tudja azt is, és ez egy jellemző gondolat Kodályra, hogy a korának megfelelő gyermekpszichológiai, gyermektanulmányozási módszereket is, irányokat, tudományos eredményeket is mindig követte. És ennek megfelelően gyakorlatilag a mindenkori tudomány megfelelő állapotának mód szerint, vagy annak megfelelően módosította a koncepcióját. Tehát ez egy aranyos történet, hogyha megnézzük írásait, hogy hogyan ment vissza az időben. Tehát 29-ben, amikor a Gyermekkorok című írását írta, akkor ugye a 7 és 14 év közötti időszak volt a gyermek legfogékonyabb kora. 41-ben már az óvodáskor, ugye zene az óvodában, majd 1951-ben eljutott oda, hogy ugye a gyermek születése vagy anyja születése előtt 9 hónappal. Tehát, hogy mindig időben, ahogyan a gyermek lélektan fejlődött, annak megfelelően, illetve a saját tapasztalata, illetve a saját beszélgetései pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal rájött arra, hogy mindig korábban érdemes kezdeni magát a koncepciót. És itt eljutunk magának az elnevezésnek a kérdéséhez, vagy amely visszajön, ugye Kodály módszer, Kodály koncepció, Kodály filozófia, Kodály nevelési elvei, számtalan elnevezés él egyszerre és egy időben. Ugye általánosságban vagy a közhasználatban Kodály módszerként utalunk rá, vagy úgy nevezzük meg. Magának a módszernek, magának ennek az elnevezése, ez egy érdekes történet. Az általam legkorábban talált dokumentumok, amelyek ezt a Kodály módszer szóhasználatot használják, azok ez a széria. Kodály Choral Method Woozy & Hawkes kiadásai, amely 1962-ben jelent meg, és itt Kodály Choral Methodként utalnak rá. Kodály maga is megfogalmazza később, hogy kicsit tévesen, de ez az első, ami legkorábban talált szóösszetétel, amely a Kodály módszert jelzi, amely azt is mutatja, hogy valójában nem magyarok és nem Kodály nevezte Kodály módszerként, hanem a külföldi adaptációval összefüggő történet, hogy akik eljöttek Magyarországra igazából az 50-es évek végétől nézni a magyar zeneoktatás eredményeit, azok szemében ez Kodály módszerként élt tovább. Hivatalos szakirodalom Mary Helen Richards és az ő írásait tartja számon, aki
62-ben volt Magyarországon, és 63-ban írt az itteni tapasztalataikról egy könyvet, illetve egy cikket, majd az itteni tapasztalataik nyomán írta a saját könyvét, ez a Threshold to Music címmel, amely megjelent. És ez tulajdonképpen a 64-es Magyarországon tartott ISME konferencia, amely a Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága, International Society for Music Education, volt egy nagy nemzetközi áttörés ennek akár a Kodály koncepciónak, akár ennek a magyar módszernek. De ez nem honosodott meg igazából, sokkal egyszerűbb volt Kodály nevéhez kötni. És 1968-ban, amikor a Győri Zenei Nevelési Konferencia volt, akkor Szőnyi Erzsébet így nyilatkozott róla, hogy a közjó és a nemzetközi hírnevünk érdekében el kell fogadnunk a magyar zenei nevelésnek Kodály módszer néven való terjedését. Tehát, hogy 68-ban Szőnyi Erzsébet, aki az egyik zászlóvívője volt a nemzetközi adaptációnak, ő akkor tulajdonképpen elfogadta, hogy ez már ilyen néven fog tenni, és szorgalmazta is, hogy itthon is fogadjuk el, hogy akkor ez Kodály módszerként fog tovább terjedni. Maga a módszernek a története abból a szempontból is érdekes. Ezt szintén Kodálynak egy megjegyzését szoktam parafrazeálni, hogy sok ember munkája szükséges ahhoz, mert hogy amit el tudnak végezni, ahhoz, amelyet egyébként egy ember nem tud. És Kodály követőinek, tanítványainak ebben egy nagyon fontos szerepe volt, hogy a módszertant egyrészt kidolgozzák, másrészt elterjesszék Magyarországon is. Tehát meg kell neveznünk Ádám Jenőt, aki a módszeres énektanítást, aki konkrétan a módszertant dolgozta ki, gyakorlatilag Kodály Zoltán és Kerényi György akkor megjelent iskolai énekgyűjtemény című kiadványához, majd később készítette el a tankönyveket, amelyeket Ádám Kodály néven énekeskönyv címen kezdték el iskolák számára kiadni. Sajnos ezek nagyon rövid ideig voltak használatban, abban az értelemben, hogy 48-ban jelentek meg, 49-ben már a kommunista ideológiának megfelelően átdolgozták őket. A pártkatonák nem annyira, nem Ádám és nem Kodály, hanem központilag át lettek dolgozva ezek a könyvek. És ennél korábbra visszamenő történet maga az Éneklő Ifjúság Mozgalom, illetve a Magyar Kóruskönyv Kiadó, amely szintén Kodály tanítványaihoz kötődik, Bárdos Lajoshoz, a már említett Kerényi Györgyhöz, Kertész Gyulához, akik alapítottak egy kiadót már a 30-as években, és a nemzeten belüli terjesztésnek egy fontos eszközei voltak. Először énekkarok számára, majd később iskola, zenepedagógusok számára, iskolák számára, és legkésőbb pedig Éneklő Ifjúság címen a gyerekek számára is folyamatokat adtak ki, amelyekben közvetlenül tudták megjelentetni Kodály írásait, Bartók írásait, a saját írásaikat, zeneműveket, és tulajdonképpen egy alulról kezdeményezett mozgalom volt, amely vezetett a magyar énekoktatás reformjához. És ennek az intézményesülése az igazából az 1940-es évek közepén kezdődött, amikor az akkori országvezetése tulajdonképpen beemelte az országos tantervbe a Kodály koncepciót, illetve ezeket az alapelveket, illetve a módszertant. Azt is érdemes áttekinteni, vagy egy kicsit kitekinteni, és talán ez a Kodály gondolatnak, vagy a Kodály, hát ha a módszernek vesszük, akkor a módszere az, ahogyan fölépítette ezt az egész koncepciót és gyakorlatot, és a ráépülő dolgokat, hogy ő is, illetve a kortársai is, de még nálánál korábban is,
már ismert nemzetközi módszertanokból vettek át elemeket. John Curwentől a kézjeleket, illetve a relatív szolmizációnak az elemeit, Doug Crouch-től ezeket a mozgás és mozdulatokat, ezt kevesen tudják, de a korai előadásaiban Kodály kórusainak együttműködött mozdulatművészekkel, illetve szorgalmazta is mozdulatművészeknek, hogy találjanak ki új játékokat. A mozdulatművészet mozgalom maga részint Jacques Dacreuze-nek a gondolatából indul ki, vagy az ő módszeréből és gyakorlatából indult ki, részint válasz arra, akik nem mindenben értettek egyet vele, de hogy voltak ilyen mozgásos, táncos előadásai is, gyakorlatilag szenizált előadásai Kodály kórus műveinek, tehát hogy nem egy nagyon merev gondolat volt, de a lényeg maga az, hogy ismerték őt is, ismerték a Sövé Galin féle ritmus neveket, és tulajdonképpen megkeresték azokat a korábban működő módszereket és módszertanokat, amelyeket aztán tudtak hasznosítani, amelyeket hasznosnak, vagy a legjobbnak, vagy a legalkalmasabbnak találtak, majd ezeket beépítették a magyar zenepedagógiába és az ahhoz készült módszertanhoz. Ha megnézzük Ádám Jenő könyvét, akkor abban ő maga felsorolja, hogy honnan vettek ihletéseket és milyen elemeket használnak már az itteni szükségletekhez alkalmazva. Tehát ez mindig szintén egy fontos gondolati vagy üzenete Kodálynak, hogy mindig megkereste a korában leginkább hasznosítható, vagy a múltból már bevált tapasztalatokat, majd ezeket adaptálta ő is, illetve a munkatársai is a jelenlévő mindenkori helyzethez, hogy annak a legjobb megoldását találják meg. Kecskemét kezdetben kevéssé van jelen. Nyilván az a fajta kultusz, vagy az a fajta népiség, amely belőle ered, ezt ugye tudjuk, hogy ő nagyon hamar elkerült innen Kecskemétről, viszont Kecskemét szívébe fogadta, ahogyan ezt később írta. Viszont pont emiatt a kapcsolat miatt, vagy emiatt a befogadás, vagy tiszteletadás miatt az elvek alapján kialakított iskolának, az első énekzenei általános iskolának a létrehozása is, hogy itt valósult meg Nemesszegényi Szent Királyi Márta kapcsolatával. Illetve még korábbról voltak olyan zeneszerzők, illetve karvezetők, akiket érdemes megemlíteni, akik Kecskemétről indultak, Bodon Pál, vagy Vásárhelyi Zoltán, akik kezdetben gyakorlatilag bekapcsoltak ebbe az énekes kórus mozgalomba, és igyekeztek előadni minél több Kodály művet, és népszerűsíteni Kodály művét itt Kecskeméten. És ugye nyilván 1950-ben, ahogy létrejött az Énekzenei Általános Iskola, innentől kezdve pedig már egy nagyon szoros kapcsolat volt Kodály és Kecskemét között, aki rendszeresen járt és hozott ide embereket bemutatni, akár Magyarországról, akár külföldről, ami szintén egy fontos eleme volt a nemzetközi sikernek, illetve a hazai sikernek is, hogy ugye először létrejött az Énekzenei Iskola itt Kecskeméten, 4 évvel később már több volt, és gyakorlatilag 56-ban, amikor a törvény leengedélyezte, hogy létrehozzák őket, akkorra már 10-nél több énekzenei iskola volt. Tehát gyakorlatilag néhány év alatt ez egy nagyon sikeres iskolatípussá vált, és így korabeli képek és felvételek tanúsága szerint ezért rendszeresen járt ide. Jövője szerintem akkor lesz, hogyha megteremtjük és tovább visszük
azt, amit Kodály maga ért, és mindig megtaláljuk a kapcsolatot a múlt és jelen között. Ez nekem egy érdekes tapasztalat, amikor tanár továbbképzésen beszélgetek már gyakorló zenetanárokkal, és a kurzus keretében mindig kérem, hogy olvassák Kodály írásait, és nézzék meg, és sokszor jönnek visszajelzések, hogy megtalálta benne a mát. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok, amelyek megvannak, ezeket kell nekünk tovább gondolni, tovább értelmezni. Kodály korának embere volt, egy fantasztikus és kivételes tudású és tehetségű ember, de ember. És tehát nem volt tévedhetetlen, és a kora sem volt tévedhetetlen, ahogy a miénk sem az. Tehát meg kell keresnünk benne azokat az örökérvényű gondolatokat, amelyek számunkra utat mutatnak és találnak. És azt hiszem, hogy ebben egy nagyon érdekes tanulság a korai gondolatnak, hogy tényleg a mindenkori problémákhoz a mindenkori legjobb megoldást keressük, a rendelkezésre álló legjobb eszközökkel, és módszertani és technikai fogásokkal. Tehát, hogyha az elvünk és a jövőképünk stabil, az eszközök azok változhatnak körülöttünk, ahogyan változnak körülöttünk, de ebben ő egy jó útmutató, hogy ahogyan a tudomány, a technika változott körülötte, az ő tudása, ahogy bővült, ő is mindig változtatta a technikai vagy az elérési út eszközeit, de soha nem a jövőképet, és soha nem azokat az alapelveket, amelyekhez ő tartotta magát. Egy másik fontos út lehet talán pont a külföldi adaptációval való kapcsolat. Ez számomra, aki részint benne él itt a Kodály Intézetben, részint ezt a történetet kutatja, ez egy talán fájó pont, talán mulasztás részünkről is, akik ezzel foglalkoznak, hogy a magyar gyakorlatban nagyon keveset tudnak a nemzetközi adaptációról. És ezt már jóval korábban, már igazából 1985-ben leírta egy visszaemlékező a Nemzetközi Kodálytársaság kötetében. Azt is kevesen tudják, hogy van egy Nemzetközi Kodálytársaság, amely éppen néhány hete ünnepelte a legelső Nemzetközi Kodályszempóziumnak az 50. évfordulóját Amerikában. Most a mostani konferencia Los Angelesben volt. Tehát, hogy már akkor leírták ezt, hogy a kodályi gondolat az a nemzetközi adaptációk lévén folyamatosan fejlődik, folyamatosan változik, folyamatosan alkalmazkodik és bővül. Tehát, hogy nem egy statikus dolog, hanem egy változó, bővülő dolog, és hogy ebből a fejlődésből, vagy ebből a bővülésből vajon mennyi jut vissza Magyarországra. Tehát ez szerintem a helyieknek, a magyaroknak, magyar zenepedagógusoknak, vagy az iránta érdeklődőknek, vagy tanárképzőknek is érdemes lenne figyelemmel kísérni azt, hogy mi zajlik a nemzetközi kodálytérben. Nem minden pozitívum, nem minden nyereség, de valami, ami gondolkodásra, ötletelésre késztet, és ami viszont mindenképpen motiváló, az a fajta lelkesedés, amellyel gyakorlatilag a kodályi örökséghez fordulnak. Erről készült 2018-ban egy film, Kodály mindenki, egy dokumentumfilm, amely elérhető magyar és angol nyelven, ingyenesen a YouTube-on megtekinthető. Érdemes megnézni, érdemes belenézni, hogy mit mondanak azok, akik a saját országok zenepedagógiájával tapasztalt problémákra ezt találták megoldásként. Van éve, 1943. január 12-én törték át a szovjet alakulatok a magyar arcvonalat a Dunkanyarban. Az Uribi hídfőből indult támadás rendkívül szűk területre koncentrálódott.
A szélsőséges hideg, az éhség és a felerősödő halálfélelem a végkimerülés határára sodorta a magyar katonákat, akik mindezek ellenére kezdetben mindent elkövettek, hogy elhárítsák a katasztrófát. A mostoha körülmények azonban nem támogatták őket. A mintegy 200 ezeres második magyar királyi hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisült. Szomorú és egyedülálló tragédia talán az egész világon, amelynek borzalmairól a túlélőknek évtizedekig hallgatniuk kellett. Kemény küzdelmük, férfias kiállásuk, fájdalmuk és szenvedésük ma mindannyiunkat fejhajtásra készteti. A téma kapcsán stúdiónk vendége Kenyeres Dénes hadtörténész, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusz! Szervusztok, üdvözöllek, és üdvözlöm a Kecskeméti Televízió nézőit is. Ahogy említettem a fölvezetőmben, a tavaszi-nyári számban egy veretes anyagot közöltél a Dónkanyarban történtekről, illetve az oda elvezető útról és az azt követő úgymond mementóról, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Dónkanyart megjárt tagjairól is. De egy picit a nézőket, fiatalabbakat, idősebbeket vezessünk el abba a kontextusba, abba a háborús kontextusba, hogy hogyan kerülünk majd mi ki valójában a Dónkanyarba, egyáltalán bele a második világháborúba. És aztán nézzük meg ennek a kecskeméti vonatkozásait. Igen, hát ennek azért hosszú előzménye van. Ugye a Magyar Királyság lakosai, magyar kormányok, amely a két világháború között a Magyarországon hatalmat gyakorolták, soha nem nyugodtak bele a trianoni gyászba. A trianoni békediktátum nyomán elvesztett területek, hiszen az egész 20. század 1920-tól 1940-es évekig szinte a revíziós politikáról szólt mindig. Gyakorlatilag az egy ország lakosnak egy elégtétel volt, amikor 1938-39-ben a Felvidék és Kárpátalja, majd 1940-ben Erdély egy része, és 1941 tavaszán pedig a Délvidék egy része került vissza a Magyar Királysághoz. Ezen az engedmények révén, ugye ezt a németek és főleg az olaszok segítségvel ért el a magyar állam, ettől kezdve szinte nem volt visszaút. Tehát gyakorlatilag úgy érezte a magyar állam, a magyar királyság, hogy ő neki kötelezettsége van a Németország fele, hogy ők segítettek ebben a területek visszacsatolásában, és amit a németek követeltek, ugye Németország belesodott, megindította Európa ellen szinte a második világháborút, és 1941-től kezdve Magyarország is belesodott a második világháború Korsó bombázása révén, illetve több repülőtámadás is érte Korsó környékét, a Felvidékét, és Magyarország így hadi állapotban lévőnek tekintette magát a Szovjetunió ellen, nyilván Németország oldalán. Kicsit Kecskemétre közelítsük rá a fókuszunkat. Nyilvánvalóan sorozás, háborúba indulás, jellegzetes képek, annó készült erről még talán filmhíradó részlet is, ahogy Kecskeméten a toborzó beszédjét elmondja, és gyakorlatilag elindulnak a katonáink. Mely csapatokat érintette ez, és itt Kecskeméten hol voltak ők beszállásolva? Igen, már 1941 nyarán a 7. Lény Miklós gyalogezred Iker alakulatának a 37-1-es zászlója, a 37-2-es zászlója már 1941-től kezdve részt vett a megszállási feladatokban, sőt 1941-ben a gyors hadtest alárendelt alakulataival kilettek rendelve. Ebbe is volt néhány kecskeméti alakulat, például a kecskeméti tüzérek is részt vettek ebbe a manőverbe és háborús tevékenységben. De igazán a legnagyobb aktivitás 1942-43-44-ben következett be a Magyar Királyi Honvédség tagjaiból, illetve a kecskeméti alakulatokból is. 1942. január 25 körül itt járt Keitel német vezértábornagy, és hát nyilván azért jött Magyarországra, hogy megbeszélje a Magyar Honvédség vezetőivel, hogy hát erőteljesebb támogatással vegyünk részt a németek oldalán a Szovjetunió elleni háborúban. Követeltek, kettő hadsereget követeltek Magyarországról, és hát hosszabb tárgyalások, kétnapos tárgyalások és egyeztetések révén meg tudtak egyezni, úgyhogy egy hadsereget küldt Magyarország a Szovjetunió ellen, ennek a neve lett második honvéd hadserege. Ennek a vezetőjévé pedig Jáni Gusztáv vezérezredes nevezték ki, ő a Ludwig Akadémia tanára is volt, a később pedig a parancsnoka volt. Nagyon jól felkészült ember, elméleti tudásról és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezett.
Milyen létszámokat jelentett ez, ha számokról kell beszélni, hát, magyar részről? A magyar király honvéd hadseregnek a létszáma több, mint egy 230 ezer fő volt, ebben benne volt itt, vagy 20-30 ezer fő munkaszolgáltató is, de gyakorlatilag jól képzett, és a korszínvonalán megfelelően felszerelt hadsereg volt, és igyekeztek az ország területét lefedni a bevonultatott állománnyal. Tehát gyakorlatilag és ebbe a második hadseregbe beintegrálta a kecskeméti alakulatokat is. Kecskeméten abban az időben a 13. könnyű hadosztály parancsnokság és alárendeltjei települtek. Itt majdnem minden laktanyában katonai alakulatok táboroztak, illetve települtek. Tüzérek, gyalogosok, huszárok, páncélosok és gyakorlatilag a repülőtéren pedig a repülő alakulatok települtek a két világháború között bizonyos szakaszában. A csapatokat váltották, és akkor fölállt a hadra, tehát megkezdődött a mozgósítás 1942 nyarán, és erre adtak egy szűk hónapot, ebbe beletartottat, hogy be kell vonultatni a tartalékos állományt, föl kell szerelni, be kell gyakoroltatni, összekovácsolást rendeltek el, éles lövészeket hajtottak végre Kecskeméten és a környező településeken, rajszakasz, századi zászlóval és magasabb egységkötelékében gyakorolták az alakulatokat. Gyakorlatilag a Kecskeméten soha annyi katona talán nem volt, még az első világháború se, mint 1942 nyarán itt a főszerelés és a bevonultatás során. És az is érdekes volt, hogy az alakulatokat ikrezték. Tehát Kecskeméti, például a 7. gyalogezred az Kecskeméti volt, az Zrínyi Miklós gyalogezred, ennek az ikre alakulata pedig a 37-es gyalogezred lett, ugyanúgy a többi. A tűzérek is, a tűzérosztályból tűzérezred lett, tehát mindegyiket megkettőzték, és a tartalékos állományt pedig, meg a hivatásos állomány, a bennlévő állományt megosztották a két alakulat között, hogy legyen az egy gyakorlottságuk is, ne csak mind újoncból, vagy tartalékosabban álljon föl. A kecskeméti közönség, a társadalom hogyan fogadta ezt a nagy létszámú, egyrészt katonai jelenlétet, illetve magát azt, hogy Kecskemétnek is ilyen szerepet kell vállalni egy támadó, úgymond háborús eseményben? Hát gyakorlatilag ennek nem volt különösebben ellenvélemény, de mondjuk annyira nem örültek, mint 1914 nyarán a szerbi elleni támadás vagy a hadműzeletnek. Így gyakorlatilag a magyar tömeg, a kecskeméti lakosok is gyakorlatilag azt látták, hogy a revíziós politika révén nekünk be kell ebbe a ráborba részt kell venni, hiszen meg kell tartani azokat a területeket, vagy még növelni is, amit a visszacsatolások terén elértünk is. Ugye gondoltak, hogy az erdélyi területek még nagyobb részt is visszakapjunk, hiszen Magyarország ebben kényszerpályán volt, mert a németek oldalán a románok is részt vettek, és ha mi nem veszünk részt olyan létszám, mint a németek követelnek, akkor esetleg a románok előnybe kerülnek. Ezt a magyar politika mindig szem előtt tartotta. Én azért azt gondolom, hogy beszélgetve a túlélőkkel is, akik ugye hazajöttek, nemrég távoztak el az utolsó kis közülük, Kecskeméten, akár mondjuk Szeverényi Pista bácsit mondjuk, ők azért megfogalmazták azt akkor, hogy milyen, amit te is említettél, hogy milyen helyzetben, milyen attitűdben fogadják a háború szituációját a besorozottak is. Azt mondta Szeverényi Pista bácsi, hogy ezzel a szavakkal, hogy mindenki őrjöngött a magyar címerért. Tehát ez a fajta revíziós politika, amit itt említettél, az a nemzetszeretet és a nemzetért való mindennek a feláldozása, az meg benne volt a katonákban is nyilván, és a társadalomban is. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ami ezután történik, az már kevésbé derűs esemény, hiszen nagyon kemény szituáció fogadja a magyar csapatokat az orosz fronton. Erről beszéljünk egy kicsit. Milyen időjárási körülmények, mi volt az, amivel nem számolt a német, illetve a magyar fél, mi az, amivel számolt az orosz fél, és az az ő előnyükre döntötte el az ütközetet, a végső csatát. Igen, még mielőtt ennyire belőlünk, hiszen 1942 nyarára felállították a mozgósítás révén az alakulatokat. A kecskeméti 13. könnyű hadosztály 13.800 fő létszámmal indult a frontra 1942 nyarán.
A Kecskeméti Zrínyi gyalogezred pedig mintegy 4600 fővel indult a frontra, tehát föl volt töltve a háborús létszámra, és ezek 1942 nyarán indultak el, ünnepélyes búcsúztatást csináltak itt az alföldi alakulatok részére Kecskeméten. Lejött a miniszterelnök, Kállai Miklós miniszterelnök, mondott ünnepélyben az emlékező érte, kibocsájt a beszédet. 1942. június 4-én volt egy nagyon nagy beszéd. A Kecskemét főterén fölsorakoztak a magyar katonák, a város, a politikai vezetés, a katonai vezetés és az egyházi méltóságok is mind ott voltak. Következő ilyen nagy, és nem volt a honvédelmi miniszter is, akkor ezen az eseményen, jó két múlva kezdődött a következő szállítmány összeállítása, és akkor 1942. június 20-án is köszöntek a lakosok, kecskeméti lakosoktól, akik a frontra indultak. Ünnepélyes ceremóniák voltak, a hozzátartozók hoztak különböző süteményt, péksüteményt, hoztak cigarettát, a lakosok, egyesületek, egyháza képviselői, tehát gyakorlatilag ezt mindenkit visszavártak, hát nagyon nagy beszédek hangzottak el. A Grossi József vezérőnagy, a 13. hadosztály parancsnoka tett fogadalmat, hogy igyekszik visszahozni a katonákat. Grossi a fronton mindig levelezésbe állt a város vezetőivel, a polgármester és a főispánnal is, és gyakorlatilag elég élesen elmondta, a levelben leírta, hogy bizonyos veszteségek is, stb. Tehát ez mindig megnyilvánult a két fél kapcsolatában. Úgy érezte Grossi, hogy az ő katonái tényleg Kecskemét vagy a környéki katonák, és gyakorlatilag mindig beszámolt a város vezetőinek, hogy milyen harcok vannak, milyen hidegek vannak, minden. És az első komoly harcok, ahogy kikerültek, vagonszállítmánnyal kerültek ki a katonák a frontvonalban, ott pedig aknatalált következtében, meg partizán támadás következtében nem tudtak eljutni a Donó folyóig, és emiatt hamarabb ki kellett rakodni, és mintegy 1000 kilométeres erőltetett menetben jutottak a Donó folyóhoz, nyári kánikulába, rettentő hőségbe, tehát már az első érintkezés az orosz földön, ukrán és orosz földön, ugye meglátszott, mert ott nagyon nagy meleg volt, abban az idő por, piszok, és ha eső volt, akkor meg óriási sarok voltak, nem volt normálisan kiépített utak, elég gyenge utakon tudtak előre jutni a katonák. Tehát ez megbénította már a magyar hadsereget. Igen, és akkor gyakorlatilag 1942. augusztusában jutottak a Don folyóhoz, amikor megszabták a hadsereg felé, hogy foglalja a Don kiszögeléseket, amit a szovjetek a innenső oldalon három urivé Korozoly, aki hídfő volt a szovjet megszállás alatt, és ezt kellett volna elfoglalni. Bevetették a páncélosokat, az erős tűzérségi eszközöket, a gyalogságot, és egyet el tudtak fogni, de kettőt soha nem tudtak elfoglalni a magyarok. De ez óriási véráldozattal volt ebben az időben, már az alakulatok mintegy 10-20%-os veszteséget szenvedtek el. Például Kecskeméti első 7. gyalogezred, ugye ez a Kecskemét házi ezrede volt, ez a 4500 főből 382 főt veszített el hadifogolyként, sebesültként, illetve hősi halottként. A 13. hadosztály meg majdnem 3000 főt vesztette szintén ilyen megoszlásban, hogy hadifogoly eltűnt, megsebesült, tehát ez óriási veszteségek voltak. Már a kecskemétiek vonatkozásában, a hadsereg vonatkozásában nyilván még sokkal több volt, mert mintegy 35 ezer főt vesztettek, vagy 40 ezeret októberig. Azzal kapcsolatosan kérném a véleményedet, hogy ugye itt a harcok kapcsán bizonyos beszámolók, naplók, visszaemlékezésekből azért igen érdekes információkat tudhat meg az utókor a társadalom a magyar csapatok szerepét a harcokban, vagy akár egy visszavonulásnál a sebesülteknek a sebesültekről történő gondoskodás. Lehetett azt hallani, hogy bizony a német fél azért nem kezelte egyenlő partnerként a magyart. Erre vannak-e bizonyítékok, dokumentumok? Itt Szeverényi Pista bácsira is gondolok éppen, aki mondta, hogy hát bizony látta azt, hogy a magyar sebesült katonát lelöki a német a szánról, és rakták a német katonát, hogy lehetett-e a magyarságnak ebben a csatában akár egy ilyen golyófogó szerepe, vagy beleküldeni a csapatokat a darálóba, és akkor inkább a magyarok menjenek, mint a németek. Most lehet, hogy az részemről etikátlan fölvetés, de mégis azért egy háborúban, egy alárendeltségi viszonyban azért előfordulhat ilyen is. Igen, ez
nagy valószínűséggel így is volt. A visszaemlékezők, elmondták, a memoárokban is lehet találkozni ilyen felvetésekkel és ilyen átélt eseményekkel. A németek gyakorlatilag erőszakosan léptek fel a magyarokkal szemben, akár melegedni akartak szerencsétlen katonák a visszavonulás során, nem engedték be azokba a kis azokba a házakba, vagy a menedékhelyekre, vagy pedig a gépkocsira szálltak fel, és a magyarok is akartak felszállni, még ott bizony lerugdosták őket, vagy a kezükre ráléptek, vagy rugdosták a kezüket, hogy engedjék el a platót, vagy a kocsi oldalát, ez többször előfordult, és másik meg visszatérő téma volt, hogy a katonák el voltak látva meleg ruházattal. Katonák nem voltak ellátva meleg ruházattal, mert mindenki úgy gondolkodott általában, hogy mi őszre vagy télére haza is jövünk. Minden háborúban benne van ez, hogy mire a falvelek lehullanak, akkor a végre. A ruházat az kín volt egy részének, az állomány egy részének, ben voltak raktárba, és viszont ugye mivel 1943. januárjával áttörték a magyar frontot, a ruhát nem osztották ki előtte. És a ruhák a raktárban maradtak, és végén meg ugye föl kell gyújtani, meg kell semmisíteni, ha nem akart, hogy a szovjetek zsákmányul essen. Tehát ez is benne van, és sokan ezt is sérelmezve mondják, még mai napig is, akikkel én beszéltem annak idején, hogy ezt úgy vették, hogy a magyar katonákat nem látták, hát normális, talán még szándékosan, holott erről azért szó nincs, hanem inkább az volt, hogy nem volt rá lehetősége, vagy pedig arra gondolta, hogy meg később adjuk ki, de ugye nem gondolták, hogy ilyen óriási erejű támadás következik be 1943. január 12-én. A túlélőkről, hazatérőkről, illetve azokról is beszélünk egy picit záró gondolatként, akik ugye ennek a hírmondóiként hazajöttek, és aztán akár a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjaként, vagy rendhagyó történelem órákon, vagy a városi közéletben, koszorúzásokon, hiszen ugye találkozhattunk velük, és ugye ápolták ennek a történésnek az esemény, az emlékezetét. Kik voltak ők, akikre így fölhívnád a figyelmet az ő életútjukra? Igen, gyakorlatilag, hát szerencsére azért jó néhányan túlélték ezt a óriási pokoli katasztrófát, amit 1943 elején bekövetkezett a magyar hadsereggel szemben. Sok katona odaveszett, ugye hősi halált halt, eltűnt, megsebesült, és a sebesülés révén fogságba esett, vagy pedig a sebesülés révén megfagyott. Akik hazajöttek, én többször beszéltem velük, ugye a nagy templomban is volt, amikor beszédet tartottam a Doni Szentmiséken, Doni Szentmise után, és akkor mindig úgy mondtam én is, hogy ti az Isten is a sors kiválasztottjai vagytok, azért, hogy ha egyszer hazajöttök, akkor el tudjátok mondani, hogy milyen óriási áldozatokat hoztatok a hadsereg megvédése, utóvédjenek megvédése érdekében, mert például 1943. január 19-20-án az osztrogorszki körgyűrűből egy csoport kitört, ebbe a kecsemétiek is alaposan kivették a részét, azokra úgy mondjuk, hogy osztrogorszki hősök. Tehát gyakorlatilag életük feláldozásával, életük vérük áldozásával igyekeztek azt, hogy a magyar katonákat, meg nyilván a német szövetségeseket is védjék, ameddig lehetett, és több ezer katona ki tudott törni a védelmi gyűrűbe. A szovjetek bekerítették ezt a csoportot, és nagyon sok, mint kétharmada kitört nekik, az óriási nagy szám különben. A több ezerből, mint egy 20 000 volt bekerítve, és 2-3 000. Tehát veszett oda, a többiek ki tudtak kitérni, és ez óriási nagy esemény volt. És például beszéltem olyan, amikor Dorogi Karcsi bácsi, hogy a Szkecseméten élt, itt Doni megemlékedéseken évekig ő tartotta a beszédet, ő úgy azt mondta, amikor hadifogságba estek, 60 000-en estek egy napon hadifogságba, 1943. januárjában, 60 000-en. Azt mondja, abban mintegy 6 000 jött haza csak. Ő mindig úgy mondta, ők hazatért a poklok poklából. Tehát ő neki annyira benne volt az, hogy a poklok poklából. Azt mondja, ő nem kényeskedett, mikor ugye a havat is ették, mert nem adtak az első napokban a szovjetek nekik normális enni semmi, és a havat is ették a folyadékként, és a másik meg ő nem finnyáskodott, hogy lefeküdt a lótrágyára, mert az meleg volt. Akik a tiszta betonra feküdtek, azok megfagytak. Tehát ez is a túlélés taktikája volt. Hittek Istenben, hittek önmagukban, biztosabb, hogy hazakerülnek.
és hát sokan haza kerültek, és a Szeveni Pista bácsi az egy utolsó olyan túlélő volt, ő katonazenész, és őrkatona volt. Például a Grossi tábornoknak a szálláshelyét ők... Tizedesként. Igen, tizedes volt. Ők a katonazenészek, őt irálták a hadseregparancsnokság, a hadosztályparancsnokság a szállását, és a Grossi tábornoknak a szobáját, irodáját védték. Tehát ha lehetettek a zenétek, ha nem, akkor meg őrségbe jártak. Micsoda két véglet? Doktor Vitéz, doktor Kovács Andor ezredes lett a rehabilitálva. Ő százparancsnok volt a Donnál. Ő is elmesélte, hogy szerencség volt, mert Doni áttörés után ők oda tudtak csapódni a németekhez. A németek viszont állományba vették őket, és akkor együtt küzdködve hazajutott a Kovács Andor is. De viszont 1947-ben hazajött a hadifogságból, ahol minden miniszter igényt tartott a szolgálat, öt nyelven beszélt az Andor bácsi, öt nyelven beszélt, ő adott ki szabályzatot főhadnagykorában, később meg összeírta a hadifogok tisztek népsorát, erről fizetet adott ki, és viszont következőben letartóztatta az AVA, és azt mondták, hogy angolkém, becsukták, bebörtönözték, elvitték Recskre, és azt nekem mindig úgy mesélt, hogy ha nem jött volna a Nagy Imre 1953-ban talán még most is ott rohadnák a Recskenbe. Alapvetően a történet szinte, minthogyha lemásolódna az első világháborút követően a második világháborúban, de azért most itt egy háborús kontextusban, hiszen Európában háborúdul, azért alapvetően egy olyan üzenetet mindenképpen megfogalmazhatunk ennek a Doni áttörésnek, illetve a magyar csapatok részvételének a második világháborúban, hogy azért jobb ezt elkerülni, és törekedni arra, hogy ilyen háborús konfliktus ne alakuljon ki többet, hiszen az emberiségnek, a humánumnak a vesztét okozza minden körülmények között. Én nagyon megköszönöm neked, hogy eljöttél ide hozzánk, és megosztottad velünk a kutatás eredményét, bemutattad a kecskemétiek jelenlétét a Doni áttörésben, és nagyon köszönjük nektek azt, hogy ennek az emlékezetét ápoljátok, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjainak, azt, hogy fönntartjátok az érdeklődést, és évről évre megemlékezünk erről a hőstetről és tragédiáról egyben. Én további jó munkát kívánok neked, nektek ehhez, és jó egészséget a következő számban megjelenő írásodig is. Én köszönöm szépen, úgy érzem, hogy az utókornak kötelessége emlékezni az elődei hőstetteire, munkájára és tevékenységére. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunk keretébe. Keressék továbbra is a Kecskeméti Média Centrum nagy érdeklődéssel kísért helytörténeti kiadványát, a Híres Históriák magazint, a Kecskeméti Média Centrumban, a Líra könyvesboltban, a Kóborló könyvesboltban, a Piaszcsarnokban, a Könyvvárosnál és az Újságárosnál. Én ezennel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!